Szervusztok! Kezdtek egy videót, mert nagyon sokan kérdeztetek erről a belső munkáról, és már látjátok azt, hogy ez aztán minden csak nem könnyű, eszméletlen precíz, több tízezer rétege van is. Úgyhogy hol van az eleje ennek a körnek, hogy hol kezdjem? És az egyik talán frappánsabb válasz erre az az, hogy tűzzél ki magad elé valamilyen célt. Nagyon fontos az, hogy legyen egy irány, és kezdjél el lépéseket tenni afelé. Na most ez lehet kis lépés, vagy kis cél, lehet nagy lépés. Több cél kell amúgy. Tehát nekem még annó az egyik mentorom még azt mondta, hogy legyen olyan cél, amit meg tudsz oldani egy hónapon belül, mögötte legyen egy olyan cél, amit meg tudsz oldani 6 hónapon belül, utána 1 éven belül is legyen olyan célod is, ami akár 3 ember öltőnyi idő lesz szükség ahhoz, hogy az beteljesüljön. És azért fontos ez a cél, hogy ezek a céloknak a betevése, mert különben nincs ez a mágneses húzóerő. Tehát a legtöbb ember, amikor elkezd úgy magát dolgozni és feloldani ezt a sok traumát, meg ezt a sok a belső feszültséget, tudod, az árnyék oldalt, elengedni a hiedelmet, utána jó lesz, de utána még, és akkor mi van? Tudod, az ember ül, jól vagyok, meditálok a, tudod, a izé, fa alatt, Baliban, és igazándiból nem élvezem az életet már, mert nincs, nem érek el semmit az életben. Ezért kellenek ezek a célok. A cél, ugye ez a mágneses húzóerő. Most ahogy abban a pillanatban elkezdünk a célunk felé haladni, utána tárulnak fel a bennünk lévő félelmek, a bennünk lévő akadályok, és ettől is fél egy csomó ember, ez az önszabotásnak az egyik formája, hogy hát nem teszek ki célt, mert a múltban már kudarcot vallottam, nem akarok újra kudarcot vallani, tehát maradok, ahol vagyok, hát abból semmi jó nem lesz. Jó? Tehát tűzzetek ki magatoknak több célt, akár 5-6-ot vagy 10-et, szépen írjátok le, és akkor induljatok meg annak az irányába. Cél nélkül, haladás nélkül, a fizikai cselekedet nélkül abszolút nincs sikerélmény. Nincs. És ahogy tárulnak fel ezek az úgynevezett ilyen küszöbök, meg félelmek, meg feljövő gondolatok, úgy akkor alkalmazni tudjátok a technikákat, feloldani azt a bizonyos akadályt, ami éppen akkor feljött, eloldani ezt a múltbeli traumát, és akkor tudjátok a következő lépést tenni. Jó? Ebben van igazán siker, hogyha tényleg haladtok vagy irányba, és hogyha engeditek el az éppen feljövő ellenállást. Oké, ha bármi kérdés van, akkor itt vagyok, szevasztok!